Köszöntjük a kedves nézőket, én Rajnár Micsinyei Nóra vagyok. Én pedig Molnár Áron. Ez pedig a Hírcsárda híradó, Magyarország kedvenc hírműsora, amíg még lehet. Amíg még lehet. Elsőként következzenek rövid híreink, röviden. Tovább tarol a kormánypárt. Szeptemberre az áremelkedésben is meg lehet a kétharmad. 4, 18 és 53 is szerepelhet a jövő heti lottószámok között. Németh Szilárd vezetheti az újonnan létrehozott evészségügyi minisztériumot. Most pedig jöjjenek hosszabb, de azért nem túl hosszú híreink. Idén is sikerült beelőznie a Mi Hazánk mozgalomnak a Budapest Pride-ot, így július 23-án ők rendezhetnek felvonulást az Andrássy úton. Az ígéretük szerint a Magyarság Pride-on nyoma sem lesz a buzulásnak. Csupán erős, bajszos, izzadt magyar férfiak félmeztelenül fognak szekereken ugrálni a sámándobok hangjára, ahogy az normális emberektől elvárható. A rendezvény keretében rendezik meg a Nők helye a magyarság politikában című konferenciát is, ami egy konyhában kap helyet. Az 5. Orbán kormányban is helyet kapott Rogán Antal, aki a propaganda és a titkosszolgálatok mellett a korrupció ellenes harcot is felügyeli. Ez nagy mértékben megkönnyíti majd a miniszter munkáját, írta Orbán Viktor a Facebookon. Hiszen az illegális megfigyelésekből származó információkat ezentúl nem kell kamu anonimus videókon keresztül kiszivárogtatni, hanem elég lesz csak házon belül átvinni egy pendrive-ot. Szintén összemondták a felelősségi köröket Pintér Sándor esetében. A belügyminiszterhez került az oktatás és az egészségügy is. Így a kopaszok a választási iroda után már az iskolák bejáratát is elállhatják, az orvosok helyét végleg átvehetik a 10 parancsolatok, aki pedig ennek ellenére megbetegszik, azt egyszerűen megverik. Jól sikerült az új köztársasági elnök Novák Katalin első külföldi útja. A lengyel kormányfővel folytatott megbeszélések után Novák annyit mondott, a háborús helyzet miatt egyáltalán nem kell aggódni, nem lesz semmi gáz. Kutatások szerint a negyedik oltás nyújt igazi védelmet a koronavírus ellen. Ezért a kormány úgy döntött, hogy visszahívja az első, második és harmadik oltásokat. A tervek szerint a visszaváltott oltóanyagokat járványtagadóknak adják, ha már úgysem érnek semmit. Több autógyár is jelezte, hogy szívesen átvennék a felesleges vakcinákat, hogy azokból a csippeket kiszívva leheljenek új életet az autógyártásba. Jelentősen erősödött az ellenzék elutasítottságának támogatását ellenzők elleni fellépés szorgalmazókkal szembeni szimpátia átlagos volumenének inflációs hatása áll a Medián legfrissebb kutatásában. Az is kiderült, hogy ha ma vasárnap lennének a választások, akkor nem lennének választások. A legerősebb ellenzéki párt pedig a Fidesz lenne. Hamis volt a hír, miszerint az ukrán elnök asztalán kokain lett volna, amikor Elon Musk-kal tárgyalt Zoom-on. Az interneten terjedő videóról kiderült, hogy manipulált volt, és sokan annyira felháborodtak ezen, hogy gyűjtésbe kezdtek Zelenszkijnek. Képtelenség lehet kibírni szer nélkül Elon Muskot, szóval legközelebb tényleg legyen ott kokain, mondta el a gyűjtés kezdeményezője, akit éppen akkor sikerült elérnünk, amikor Dogecoin-nal felgyújtotta Teslaját a Twitteren. És most sport! Értesüléseink szerint a Giro d'Italia kerékpárverseny magyar rajtja akkora siker volt, hogy jövőre az Australian Open is Magyarországról indulhat majd. A projekthez már fejlesztik a Velencei tó helyére kerülő repülőteret, Mészáros Lőrinc cégei pedig a hidat építhetik meg Sydney és Csepel között. A csúcson 68 ezer dollár felett járt, májusban azonban 30 ezer dollár alá is beesett a legnépszerűbb kriptovaluta, a bitcoin árfolyama. A kriptopiacon bekövetkezett változásokról, trendekről független pénzügyi szakértőnket, Horváth Bélát kérdezzük. Kedves Béla, el tudnál mondani nekünk, mi folyik most épp a kriptovaluták piacán? Hát nézzék, elég hosszadalmas lenne minden folyamatot leírni, nem is hiszem, hogy bárki megérteni. A lényeg, hogy erőteljes zuhanást látunk minden fronton. Kicsit azért részletezni? Itt van előttem egy nagyon bonyolult táblázat. Most a részletekkel nem mutatnék senkit, bőven elég, hogy a BTC, az ETH, a USDC, meg az ICP és az XMR is lefele megy. Szóval piros itt minden vonal ezen, amit látok. Igen, a negatív tendenciákkal mi is tisztában vagyunk, de mit tudna tanácsolni azoknak, akik már befektettek, vagy a jövőben befektetnének? Hát mindenképpen kell egy bikaterv és egy medveterv. Ezek elég komplexek. A lényeg, hogy vagy venni kell, vagy nem kell venni, ezt így igazából nem lehet pontosan megmondani. Ja, hát eladni azt is lehet, azt se zárjuk ki azért teljesen, ha valaki már vett, úgy értem. Igazából arra lennénk kíváncsiak, hogy ön egyáltalán érti-e azt, hogy... Oké, lebuktam.
Egyáltalán nem értek hozzá, csak bukom a pénzt, minden héten elindul valami kutyás, vagy helikopteres, vagy mit tudom én milyen, aztán csak megy lefelé, lefelé és lefelé. Ön egyetem pénzügyi szakértő? Hát fogalmazunk úgy, hogy nagyon kellett a pénz. Iszonyat bukóban vagyok, ezért a bejelentkezős melóért is szánalmasan keveset fizetnek. Hát mi ezért tuti nem fogunk fizetni. Akkor esetleg bárkit érdekel, hogy a saját főnöke lehessen, esetleg mutathatok pár vitamint, vagy nagyon klassz tárolóedényeket, amikkel... Horváth Béla, köszönjük szépen, hogy velünk volt. Szerintem amúgy nem Horváth Bélának hívják. De azért a tárolóedényeket megnézhettük volna. Fel is hívom. Ez volt már a Hírcsárda híradó, Magyarország kedvenc hírműsora. Na, szia! Csak azért, hogy a tárolóedények meg a vitaminokkal mi van? Mert amúgy én tök... A viszontlátásra!